Mai vendégeink a bódítesók, akik motivációs előadásokkal tömegeket mozgatnak meg. Egyikük sem végzett pszichológus vagy coach, mégis sikeresek. A saját erejükből jutottak el idáig, az ő nem hétköznapi történetük következik most. Nagyon sok ideig rossz úton jártunk. Értékesítettünk olyan dolgokat, amit nem biztos, hogy ma már értékesíteni. Ez az a nyugdíjasos balzsa? Ott azért idős nyugdíjasokat meg kellett győzni, és meg kellett erőszakolni, hogy megvegye azt a terméket. És most egy olyan dolgot csinálunk, amit én nem akarlak meggyőzni. Ha te úgy érzed, hogy valamelyik gondolat elgondolkoztatott téged, akkor én azt gondolom, hogy akkor nem kell meggyőzni téged, azt fogod mondani, hogy én látni akarlak titeket élőben is, hallani akarlak titeket. De én érteni akarom a bódi tesóságot. Mi ez, kérem, könyvesbolt? Nem, az a antikvárium. Az a helyzet, hogy egy évesek lettetek, és szeretnénk ezt így megünnepelni, és hoztuk mindegyik könyvünk, mert mi is rácsodálkoztunk, hogy úristen, ennyit írtunk ennyi idő alatt, jobb lett volna a bélyegeket gyűjtünk, de ez van most már. Viszont, hogyha elolvastátok, és nem tetszik, akkor másra is jó, mert ugye télen be tudtok vele fűteni. Egy nap azért szerintem ki lehet vele húzni. Várjatok. Ez 6 könyv, ez mennyi idő alatt született? 3 év. 3 év, de azt gondolom, hogy én 28 vagyok, ők ugye 27, ennyi idő valójában. Na már jó, már kezdődik, de adjátok oda. Igen. Külön van, mert köszönjük szépen. Én kapom tőle, remélem figyelmet. Igen. Ennek volt a lehetőségem, hogy kikitől? Nekünk közös kultunk. Az a helyzet, hogy hosszú évek óta nekünk van egy mondatunk, amit így a családon belül folyton használunk, az, hogy mindig minden úgy alakul, hogy nekünk a legjobb legyen, hisz Isten csapatába játszunk, és ez a mondat nekünk az életünket határozza meg, és erre a karperce ez van írva. De ez onnan jött, azt hozzátenném, hogy rengetegen tiszteltek meg azzal minket, vagy nem tudom hová rakni, hogy magukra tetováltatták ezt a mondatot. És abból jött az, hogy ha ennyien, hogy mondjam, sírba is viszik, hisz magukkal viszik a sírba is ezt a mondatot, és ez ennyire nagy hatás volt rájuk, akkor miért ne csinálnánk belőle egy karperecet, amit bárki tud hordani. Na, srácok, kezdjük az elejéről. 27-28 éves fiatal emberek, ma már sikeresek, nagy tömegeket mozgatok. Hé, mivel? Mi csinált? Tehát hogy történt? Hogy kezdődik? Tehát, nekem lenne ti mondjátok, bocsánat, még egy mondat. Pont erről beszélgettünk tegnap, ahogy készültünk. Ebben az életkorban ti valójában úgy definiálódtok, hogy motivációs előadásokat tartotok. És könyveket írtok. Hogy jutottatok el ide ilyen fiatal? Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy mit jelent az, hogy sikeres? Mi a siker? Azt nem tudom. De azt mondtad, hogy 3 sikeres ember itt ül, tömegeket. Ilyen szempontból a siker, tehát amit rátok értettem a sikert. Én azt gondolom, hogy azok az emberek, akiket, hogyha fölmegyünk különböző videó megosztókra és látjuk az előadásaitokat, tömegek követnek, tömegek figyelnek, tömegek érdeklődnek azután, amit mondtok, ezek szimpla számok, akkor azt gondolom, hogy a sikeres. Ha elhoztál volna egy könyvet, akkor nem tudnám azt mondani, hogy sikeres, de utána még kiadtatok 5-öt. Tehát akkor valószínűleg az elsőt is megvették. Akkor kezdjük az elejéről, hogy hogyan az, hogy sikeres, a többi. Nagyon sokszor azt hittük, hogy a siker az materiális dolog. A siker az, hogyha minél több pénzed van, minél jobban tudsz flexelni, milyen kocsikkal jársz, milyen nőket kursz, nem tudom, hogy lehet ilyeneket mondani. Bár igen, ez volt az életcélünk az elején. És ugye van az a mondat, hogy aki látta a rossz utat, és van egy kis agya, az tudja, hogy mi a jó. Nagyon sok ideig rossz úton jártunk. Okay, de várjatok, kinek mi a végzettsége, mit tanult, mivel kerestétek a kenyereteket sok-sok évvel ezelőtt? Én 18 voltam, amikor otthonról el kellett jönnöm. Anyukám még mondták, hogy most ennyi volt. Elég. Tökre megértem egyébként. Aztán én csináltam ezt, aztán beálltam üzletkötőnek, ami azt mondom, hogy nem, így utólag
bánom, de mégis azt mondom, hogy kellett a fejlődésemhez. Hosszú ideig voltam üzletkötő, és értékesítettünk olyan dolgokat, amit nem biztos, hogy ma már értékesíteni. Ez a nyugdíjasos balzsi, ami most az utóbbi napokban volt, Laci, nem tudom, hogy erről tudsz-e. Ez egyértelmű, így van. Mi nagyon sokszor csináltunk erről videót, és az a nagy helyzet, hogy mindez kellett. Kellett minden. Jó pénz, nagy fizetés, jó nők, drog, stb. Az ember menekül, és mi is menekültünk. Azt hittük, a jólét mindenre megoldás lesz. Azt hittük, hogy majd ez majd úgy működik, hogy minden az égvilágon megoldódik. De várj egy picit, azt mondod, hogy az ember menekül. Nektek mielől kellett menekülni ebbe a létbe, amiről beszélsz? Nem volt egyszerű gyerekkor, de senkinek se. Szóval mindenkinek van egy sztoria. Mindenkinek vannak olyan sztoria, hogy hú, ez egy volt, nekem váltak, nekem vertek, engem bántottak, szavakkal, tettekkel, és így. Mindenki bántalmazott, és bántalmazó is volt az életben. Nincs menekvés. Az a helyzet, hogy mindenki hoz egy gyerekkort. Valaki így dolgozza fel, valaki úgy. És én nem is szeretem annyira ezt a motivációs trénert. Mert azért nem, mert amikor én 18 éves voltam, kidobtak otthonról anyámék, és odaállt egy motivációs csinálni, gyerünk, meg tudod csinálni, stb. Menjél előre. És azt mondom, igen, igazad van, tök mindegy, hogy, keresd pénzt, csináld, ez, menjél. Ez nem jó. Motiválni mindenkit lehet. Putyin is rohadt motivált ember. Motiválni bárkit lehet. Lehet motiválni egy olyan embert is, aki szar. Szar irányba. Én inkább azt mondom, hogy a mi előadásunk nem motivációs előadás, hanem igazából van benne nevetés. Van benne motiváció, van benne inspiráció, van benne meghatódás, bánat, mint az élet. A Buddhások előadás másfél óra. Az másfél óra alatt olyannak kell lenni egy olyan előadásnak, és akkor vagyok elégedett, mint egy jó film. Van benne minden érzelem. Fent vagyunk, lent vagyunk, mint egy hullámvasút. És az a helyzet, hogy ezért nem szeretem, hogyha motivációs trénernek mondanak, mert ha bejön hozzám egy olyan ember motivációs előadásra, aki nem jó irányba tart, azt én nem akarom motiválni. De akkor te minek nevezed, mit csináltok? Mi vagyunk a Buddhatesó. Még egyelőre nem tudom, mit csinálunk. Ez jó kérdés. El kell jönni egy előadásra, aztán már megmondom. Láttam videón előadásokat, tehát ott személyesen még nem voltam, az tény, de ugye ahogy készültünk, én most azért végig is néztem és belenéztem sokba. És megmondom őszintén, tényleg a legjobb szándékkal és szeretettel a hangomban mondom, hogy én nem értem, hogy ti mit csináltok. Tényleg nem. És tényleg nem, és azért vagyok kíváncsi, hogy ti mit mondtok erre, hogy mit csináltok. Az a helyzet, hogy még mi sem teljesen értjük. Adjuk magunkat. Nincs semmiféle klisé, nincs semmiféle megjátszás. Adjuk magunkat. Viccesek vagyunk, mert viccesek Igen, is vagyunk. Abszolút. Motiválunk, mert motivációs előadók is vagyunk egy részben. Inspirálunk is. És azt gondolom, hogy ez így egész. És az, hogy mit csinálunk mi, De akkor ez egy jó kérdés. Nem nevezném stand-upnak. Szerintem olyan egy előadásunk, mint amikor beszélgetünk, leülünk és beszélgetünk vele. Egyébként tehát valahogy nagyon személyes. Igen, nagyon személyesét tudjátok tenni, még akár egy színpadon keresztül is, tehát meg hát ugye a videóképernyőjén keresztül is, tehát ahogy elkezdtek beszélni, most akkor direkt így mondom a hármotokról, de nyilván külön-külön is igaz ez mindegyikötökre, akkor valahogy elkezdtek rögtön beszippantani, csak szeretném próbálni megérteni, hogy igazából mibe szippanok én itt bele. Hogy mi a titok? Általatok. Nem, hanem hogy mit képviseltek ti. Én tudom a titkot, de sokat beszélek én, szóval átadom neki. én azt gondolom erről, hogy talán azért érintünk meg ennyi embert, mert tényleg önmagunkat adjuk, és a szívünk legmélyéről próbálunk beszélni, amit nem lehet megjátszani. Tehát olyan érzelmek vannak az előadásainkon, olyan mélységek, amiket egy állarccal a fejeden nem lehet megcsinálni. És amit a legtöbben visszahallunk, vagy legtöbb visszajelzést, hogy az, amit csinálunk, fogyasztható, hisz mi nem vagyunk, hogy mondjam, biztos, hogy vannak a magyar létben is olyan előadók, akik sokkal lexikálisabb tudásban, sokkal nagyobbak, mint mi, de egyszerűen mi azt érezzük, hogy van egy kis könyvrész is, amit tanultunk könyvből, de a legtöbbet a szívünkből mondjuk, és ezért annyira megfogó, és ezért tudunk talán tömegeket elérni az előadásainkkal. Elhangzott, hogy nem szereted, ha szimplán motivációs trénernek hívnak,
valójában, amit a Tomi feszegetett, nagyon őszintén válaszoltál, hogy hát valójában mi vagyunk a Bódi tesók, ez a szakma, amit ma gyakorlunk. Ez reális. Oké. Ugye szerintem mi a legdrágább dolog a kezünkben? Én azt szoktam gondolni, hogy az időnk. Valójában mindenki az időnkre pályázik. Nézd meg ezt a videót, menj el ide, csináld ezt, az mind fogyasztja azt az éppen aktuális 24 órát, ami rendelkezésemre. Próbáljatok már meggyőzni engem, hogy ma este van egy előadásotok valahol, hogy én adjam a legdrágább dolgomat nektek, győzzetek meg, hogy miért menjek el. Mert hogyha, ugye hozzá vagyunk szokva az általánoshoz. Menj el színházba, mert jót fogsz nevetni. Menj el a moziba, mert digitrükköket látsz. Nézd tévét, olvas, ezek mind jól körülhatárolhatóak. Ha Bódi tesók a szakma, akkor győzzetek meg, hogy miért adjam oda az időmet ma este, hogy Bódi tesókkal legyek. Akkor én kezdeném azzal, hogy mondtad, hogy mi a legdrágább dolog. Te azt mondtad az idő, én azt mondom, a világ legdrágább dolga a szeretet. Azért, mert a gyász a fizetsége. És a mai világban nem merjük kimutatni azt az érzelmeket a szeretteink iránt, amit érzünk. És hogyha már történik egy olyan dolog, hogy már nem bújhatunk oda, már nem mehetünk oda, akkor ott már az időt baszhatod mindent, már ez se érdekel, az se érdekel, mert már nincs ott. Szóval szerintem a világ legdrágább dolga a szeretet. És van egy másik mondat, hogy minden könycsepp, amit elhullajtunk, az felszárad. Ezt tudjátok, mit jelent? Az élet megy tovább. Hogy fel kell tudnunk dolgozni ezeket a helyzeteket is, a veszteséget, a gyászt. Amikor... Azért tetszik, amit mondasz, bocs, hogy közbevágok, mert az első idézet, amit mondtál, hogy a szeretetért ugye a gyásszal fizetünk, ezt, hogyha jól tudom, akkor ez második Erzsébettől származik ez az idézet. Tehát ezt én már hallottam. Most én nem tudom, hogy a koronában hallottam-e, vagy pedig olvastam valahol tényleg tőle, vagy könyvben, nem tudom, de ez tőle származik. Viszont, és megragad bennem, hogy ő ezt valamikor mondta. De értelmezést én már nem gondoltam mögé, mert minek? Egyszerűen csak tetszett, meg jól hangzott ott, és akkor... Szépen te kontextusba helyezted most ezt az idézetet, meg a másikat is, ami nem tudom, hogy honnan van, és így már rögtön elkezdjük máshova helyezni ezeket az egyébként már korábban amúgy hallott frázisokat, vagy idézeteket, nem? Lehet, csak emészgetem, amit mondasz egyébként. Még mindig nem tudom, ennek dacára sem, amit mondasz, hogy... Én szeretnék mindenféleképpen erre válaszolni. Mondtad azt, hogy győzzünk meg téged, hogy add az idődet. És erre csak azt tudjuk mondani, hogy mi nem akarunk meggyőzni téged. Szóval, hogyha azt hiszed, hogy egy bújtesók, amit mi csinálunk, képviselünk, az arról szól, hogy valakit meggyőzzünk, hidd el, hogy az értékes, mi is azt csináltuk, amit Bence, ott azért idős nyugdíjasokat meg kellett győzni, és meg kellett erőszakolni, hogy megvegye azt a terméket. És most egy olyan dolgot csinálunk, amit én nem akarlak meggyőzni. Ha te úgy érzed, hogy valamelyik gondolat elgondolkoztatott téged, és valamelyik frázis, amit mondtál, eljutott a tudatodig a mi fordításunkba, vagy a mi kontextusunkba, akkor én azt gondolom, hogy akkor nem kell meggyőzni téged, azt fogod mondani, hogy én látni akarlak titeket élőben is, hallani akarlak titeket. De én érteni akarom a Bódi tesóságot. Azaz, mégis meg kell, hogy győzz, mert ismeretlenben tapogatódzom, ugye? Én még nem voltam előadásotokon, tehát nem tudom, miről van szó. Viszont megnéztem a videókat, amik elérhetőek. Most már megvannak a könyveitek is. Akkor válaszolok erre. Talán lehet, hogy most nem vagy abban az élethelyzetedben, amin egy videó pont betalál neked. Szóval most lehet, hogy azt gondolod, betalált, mert itt ültök. Várjál, félre ne igen, abszolút igazad van. Persze. Abszolút betalált. Tehát akkor borzalmas módon érdekel, hogy itt ül velem szembe három fiatalember, akik kimenek egy színpadra, és nem kategorizálhatók, ugye?
mert valójában szórakoztatnak, de nem szórakoztatnak. Gondolatokat közvetítenek, befolyásolnak, motiválnak, tehát ez a bóditesóság. Hogy miért gyere el, ezt őszintén megmondom, én se tudom. Tudod, miért nem tudom? Mert ülök néha azon a szaros színpadon, és mondom a domáimat úgy, hogy drogoztam, nyugdíjasoknak adtunk el minden szart, szarul viselkedtem a tesóimmal, mocsok módon viselkedtem a nőkkel, és még sorolhatnám. És ott ül valaki, aki sosem tud majd felállni, mert egy tolószékes ül ott elő. Vagy ül ott valaki, aki végig szájról olvas, mert nem hall az egészből semmit, és hallássérült. Vagy ül olyan, aki nem tud rendesen mozogni. Mit keresek ott? Miért gyere? Fogalmam nincsen. Néha én is felteszem magamnak ezt a kérdést, amikor lejövök, vagy amikor autógram, oda jönnek autógram. Minek? Hozzám oda jössz autógram, meg azt mondod, nagyon jó voltál, hallod, te motiváltál. Én? Tudod, miket csináltam? A múltad, azt anyádnak nem bírsz megbocsátani? Mert éppen valamit nem olyat csinált. Vagy a testvéreddel nem tudsz kibékülni. Vele meg oda jössz, és gratulálsz. Nem tudom, Laci, nem tudom. Nem tudom. Nem tudom, hogy miért csináljuk. Néha felkér, és azt mondja, amúgy mi a szar csinálnék, ha ezt nem? Egy dolog biztos. Mindenki kapott valami tehetséget. Én hálás vagyok, hogy megtaláltam. Én ezt már tudom. Nagyon régóta, hogy én ebben jó vagyok. Hatással tudok lenni az emberekre. Én ezt szeretem csinálni. Szeretem, ha picit elgondolkozik valaki. Csak egy dolog volt. A Jóistentől kaptam valamit, és szar dologra használtam fel. És amikor tényleg tudom, frázis. Tudom, tudom. De amikor találkozunk a Teremtővel egyszer, én szerintem ez így lesz, akkor nem azt fogja megkérdezni, hogy miért nem lettünk orvosok, miért nem szereztünk diplomát, miért nem lettünk tököm tudja, hanem miért nem hoztuk ki magunkból mindezt, amit belénk rakott. Bennem ezt rakta belém. Ezek vagyunk mi? Ugyanolyan átlag, bolond, idióta gyerekek. Mi nem vagyunk sztárok, semmivel nem több. Ide jöttünk, köszöntetek, hello, hello, mondom, hú, de jött a palik, mondom, anyád, úristen, nézd már, mondom, ez, mondom, ideges, hú, nem merek hozzászólni. Mi egyszerű emberek vagyunk, Laci. Semmivel nem több, mint más. És tudod, mit mondok? Na ezért jönnek a kicseszett előadásra. Ezért. Ezért. Na akkor meséljétek el, hogy jöttetek rá arra, hogy azt, ami ilyen adottságotok van, vagy akkor most csak rólad beszéljünk, ami van, hogy azt tud jóra is használni, és ne csak rosszra. Tehát ez mikor jött ez a flash? Itt az egyik könyvnek a hátulján így indul. Az utad elején semmibe fognak venni téged. Senki nem fog veled foglalkozni. Odáig, ahol most tartotok. Így indul? Ez egy nagyon hosszú idő. Rengeteg-rengeteg hosszú idő, rengeteg-rengeteg pofon, rengeteg sírás, rengeteg minden. Hamar kezdődött minden, hamar nagy vagyon, hamar nagy autó, hamar szép lányok, hamar mikor? Minden. 19-20 évesen azért már én azt gondolom, hogy... Elküldtek a szülők otthonról, ja. Azért, hogy állj a saját lábadra, vagy talpadra, igen. Vagy hogy mondják. Igen. Tehát, hogy keresd meg magadnak a pénzt. Azért küldtek el, hogyha jól értem. Azt... És ti akkor otthon maradtatok? Ők persze, hát ők még fiatalabb, még érettségiztek. Aztán jöttek utána ők. Uh-huh. És akkor elindult a gépezet. És akkor te elmentél, és milyen munkát találtál? Értékesítő. Ez volt már rögtön ez a bizonyos. Hát, igen. Lyukat beszéltél mindenkinek a sajban. Azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy igen. És azonnal aranyba nyúltál akkor. Hát nem minden egy... arany, ami fénylik. Tudom, okay, ez egy csak... üres frázis, de elkezdtél keresni. Igen, pénzt. És hát jól, ja. Ami... Igen, jól kerestem pénzt, csak odaadtam érte a lelkemet, amivel még a mai napig fizetek. Szóval ez nem úgy működik. Nehogy azt hitt, hogy én azért állok a színpadon, mert én mindent tudok, vagy én jobb vagyok, egy szar. Sokkal jobban, aki ott ül lent, szerintem sokkal jobb állapotban van lelkileg, mint én. Én nekem egy terápia. Egy előadás, egy terápia. Beszélek, kibeszélem, és az emberek azt mondják, hogy oké. Okay. Többször elhangzott a beszélgetés, rögtön a beszélgetés elején, amikor a karkötőre rákérdeztem. Uh-huh. Istent említettétek. Hívő emberek vagytok? Én azt gondolom, hogy igen, de a hívő emberség nem feltétlenül abban mérhető, hogy most hányszor templomba és stb. De igen, hiszünk Istenbe. Ez... Egy következmény, tehát ez később jött meg? Nem, az a helyzet, hogy végig így volt, és van egy időszak, amikor én láttam a barátomat, te sportrajongó vagy, Rakacki Bence volt a barátom, Diózsőben volt a kapus, és egy fantasztikus ember volt, nagyon nagy hívő, és egyik pillanatról a másikra. Mentünk volna horgászni, mondta, hogy beteg, egy hétre rá kiderült, hogy rákos. És elment. És
Én akkor azt mondtam, hogy carpe diem, szarok mindenre, éljem állnak, kit érdekel? Nem érdekel. Nem érdekel Isten, nem érdekel, hülyeség az egész. Ha őt elvittet, akkor én... Aztán idővel kezdesz rájönni, hogy a carpe diem nem feltétlenül azt jelenti, hogy ma szívjunk, ma drogozzunk, ma ígyunk, hanem hogy ma öleljük meg a szeretteinket. Ma. Ma mondjuk el anyunak, hogy figyelj, elcseszted, de nem gáz. Ma. Mert nem tudni, hogy mi lesz. És ja, igen, egy 28 éves gyerek hogy mond ilyeneket? A tapasztalat nem az évek. Ma már jóba vagytok a szülőkkel? Én azt gondolom, igen. Azt gondolom, igen, és egyre jobban. Nekem most fog születni a gyermekem majd márciusban, a kisfiam, és azt gondolom, igen. És sokáig nem. De én tudom, ők tanárok, és egy apukám, ő már más pozícióban dolgozik, de anya tanár, és nem keresnek sokat, tudod, de az a dolog, hogy azt mondták nekem például, tudod, ilyen kis, hogy nem kis dolog, hogy ők állják a babakocsit. Ezt nekik hosszú ideig kell ezért dolgozni. És így ilyenkor belegondolok, hogy mennyi mindent csesztem én is el. Mennyi mindent rontottam el én is testvérként, azt ugyanúgy apaként is elrontottam volna, és hogy ezen a múlton változtatni nem tudunk. És én még régen évek kezdett azt mondtam, ha lesz fiam, az apám közében nem engedem. Ma már nem tudom, hogy tudtam ezt gondolni. És az a helyzet, hogy hibázni fog holnap is, apa. Holnap után is, még ezret. De én még az 1001-nél is adom neki egy új esélyt. Mert ha a végén vége lesz, akkor én nagyon bánnám, hogyha nem adtam volna meg. Én erre egy kicsit hozzátennék, hogy beszéljünk fel, szerintem semmelyikőtök nem tudna, aki itt van, mutatni egy olyan embert a világon, aki még nem hibázott volna. De rengeteg olyat tudnátok mutatni, aki még nem bocsájtott meg. Valamiért, vagy magának, vagy másnak. És azért, mert hibázni emberi dolog, de megbocsájtani isteni. És az, hogy megbocsájtani magunknak is, és másoknak is, ez egy elég mély dolog. És úgy érezzük, hogy azért még nem tudtunk teljesen megbocsájtani, de én azt gondolom, hogy ez a fejlődés, és ez a legnagyobb út, a fejlődés, és a boldog élet felé, amikor tudod, hogy ugyanúgy ő is hibázik, és én is hibázok. Volt egy felszólásom az előző előadáson, Rócsón, megkérdeztem azt, hogy kit bántottak már szavakkal. Mindenki feltette a kezét. Mondom, kinek esett ez nagyon rosszul. Mindenki feltette a kezét. Konkrétan én is ott voltam, mert tudom milyen az, hogyha bántak, és nem jó érzés. Meg tudná ölni magát az ember. Majd feltettem azt a kérdést, hogy ki az, aki ennek tudatában bántott már másokat szavakkal. Mindenki feltette a kezét. Furcsa. Én azt hiszem, megfejtettem. Ja. Amit elkezdtünk kérdezgetni, és amire ti magatok sem tudtatok feltétlenül érvényes vagy egyértelmű választ adni, hogy mit csináltok ti. Összeraktam kettőtök pár beszédét. Ugye? Hogyha időt adunk nektek, akkor azáltal, amit ti mondtok, azzal valójában időt adunk önmagunknak. Mert amiket te most elkezdtél mondani, biztos vagyok benne, ugye így működik a dolog. Rögtön te is, és te is elkezdted végig gondolni, hogy kit bántottál meg legutóbb én szavakkal, csak ezen rosszul esette, direkt bántottál-e már meg valakit szavakkal. Tehát valójában magadra kezdted fordítani azt az időt, amit most arra szántunk, hogy most éppen legutóbb téged meghallgassunk. Valójában ennyi történik, és ez szerintem nagyszerű. És még egy az első kérdés, hogy ennyien követnek, meg ennyien jönnek előadásra, és hogy a siker, stb. Hogy sokan azt hiszik, hogy ez a bújtesók ezért jött létre, hogy embereknek több ezer, meg arénát telítsünk meg majd pár év múlva, de nem. Az igazság, a legnagyobb igazság az, hogy azért, hogy megmentsük a testvéri kapcsolatunkat. És lehet, hogy ezt így nézzük, hogy ez is valami, ez egy klisé, meg stb. De nem. Konkrétan nem beszél, voltak hónapok, mikor nem beszéltünk egymással. Mert csak a pénz érdekelt, az érdekelt, kinek több van. Hogyan találtatok? Bocsánat. Amikor egy dolog volt, amikor úgy, nekem megvan az az érzés, akkor nagyon összevesztünk egy beszélgetésen, és mentem haza,
Mercedes, 30 milliós Mercedes, nem tudom milyen kocsi volt, vagy milyen óra volt rajta akkor éppen, vagy milyen pénzmennyiség volt nálam, de ott sírtam, és azon gondolkodtam, hogy ennyi az élet. És akkor fordult meg az elsőnek az, hogy mi lenne, ha öngyilkos lennék. Ennyi engem, ez nem, nekem semmi nem fontosabb, mint ők. Hiába, hogyha otthon nincs minden rendben, akkor semmilyen közéleti siker nem kárpótol. De miért voltatok rosszban akkor? Mert... Válaszolok én. Az a helyzet, hogy, a pénz érdekelt. Ők ott dolgoztak, ahol én alattam, tudod, mint egy MLM rendszer. Ha dolgoztak, pénzt kerestek nekem, jó tesó. Ha nem, rossz tesó. Oh. Minden tőlem indult. És ezért nem tudok haragudni apára, mert valójában én ugyanezt megcsináltam egyel lejjebb. Mármint ugyanúgy bántottam, és ugyanúgy. És ez az egész ment tovább. Ez az egész ment tovább, és én sokáig el tudtam őt vakítani ezzel, hogy nők, pénz, autó, stb. De őt nem. Ő volt a kis fekete bárány, aki azt mondta, hogy figyelj, én ezt leszalom. És akkor te nem is csináltad azt? Nem csináltam. Az. Csak ő elmondta azt, hogy ja, csak... Bence, figyelj, én ne szarom, legyen autód, nekem lesz egy kislányom, nekem lesz egy kis házam, nekem nem érdekel ez a szar. És ez nem azt jelenti, hogy ne legyen valakinek sok pénze, de úgyis én is akarok sok pénzt, ki nem akarna sok pénzt, szabadságot ad. De az a helyzet, hogy nem minden áron. És tudod, hogy mit csinálunk mi? Szerintem akarunk lenni egy olyan példa, valami olyan színfolt az Instagram és az egyéb világban, ahol ami szerintem előre viszi a világot. Mert szerintem minden ember, ahogy megszületik, kap képességet és eldöntheti, hogy jobbra viszi ezzel a világot, vagy rosszabbra. Én rosszabbra vittem ideje, mint betpótolni. Akkor ezek szerint... És azután mondtunk fel egyébként Megyerrel, volt ez a vita, akkor Megyerrel eldöntöttük, hogy mi ezt így nem érdekel, akkor mindent a nulláról újra felmondunk, és akkor új lapokkal kezdjük az életünket. És hát az élet mit adott, hogy elkezdtünk akkor Megyerre, az volt a legelső könyv, ami már egyébként több mint 17 ezer példányban kelt el, abban a szívünk, lelkünk benne, hogy adj új esélyt magadnak. Azért ez volt a legelső könyv? Azért lett az a címe, mert akkor azt éreztük, hogy új esélyt adunk nem csak magunknak, hanem a testvéri kapcsolatunknak, az életünknek és mindennek. Tehát, hogy az volt az a pont, amikor Megyerre, úgy az, hogy jött ez a könyvírás, az pedig ez is megvan, hogy ott sírtam otthon a teraszon, és nem jutott semmi, azért mit fog kezdeni az életemmel? Egy olyan múlttal, ami benne voltam, hogy az egész fél ország, vagy tudta, hogy időseknek adtunk el minden szart, hogy én mit fogok akkor, na ilyen nem, hol vesznek fel, vagy hogy lesz, és akkor volt, nem tudom. És akkor jött egy belső hang, hogy írj egy könyvet. És lehet, hogy ez is klisé, és ez is egy ilyen istenizézó, meg stb., de ezt nem tudom máshogy elmondani. Így történt. És akkor én meghallgattam a belső hangomat, és sok ember a nagy zaj, ami körülötte van, nem hallja meg soha a belső hangját. Ez volt akkor 2020-ban? Igen. Emlékeztek még a legelső előadásra? Az egy nagyon szar előadás volt. Kértem meg a páromnak a kezét. Az nagyon szar volt. De nem azért volt szar. Nem azért volt, egyszerűen nem... Hát nem arra gondoltam, mit mondok, hanem az, hogy betanultam egy kis szöveget, amit elmondtam volna ott, és semmi, csak lesétált. A Dórina. Lehajolt, és így emlékszem, elsírta magát, mint én majdnem az előbb, aztán így nem tudott semmit megmukkanni, és így ilyen. Nem, de amúgy azért nem volt jó előadás, mert tényleg akkor még egy állarc volt rajtunk, és azt hittük, hogyha megmutatjuk önmagunkat, vagy merünk akár a hibáinkról beszélni, akkor el fognak ítélni az emberek. Csodálatos nézni benneteket egyébként, fiatal emberek, mert egyrészt kaptam egy csomó választ a kérdéseimre. Például megkaptam azt a választ, hogy bizony 27-28 évesen komoly élettapasztalatotok van. Mert akik 30 milliós Mercedest tudnak megkeresni, és rájönnek arra, hogy az nem volt jó út. Nem is az enyém volt, ez a durva. Ja, nem is az enyém volt, a céges autó volt, és pont ez az, hogy ezek a mesterséges önbizalmak. Persze, ezek a majdnem hogy... van Mercedes-et, persze. Pont ez a lényeg. Az életnek ezek a, ezt imádom, ezek az árnyoldalak. Tehát kimész az utcára, és azt látod, hogy mennyi banknak mennyi autója van. Mert valójában ezt tudod, látod. Mit éreztem? Én vagyok a világ legizdább ember akkor. Nem is az enyém volt. Ez a mesterséges önbizalom. Ugyanezt adta nekünk a pénz, ugyanezt adta a csajok, és én nagyon sok ideig, amikor összejöttem a párommal,
nagyon sok ideig nekem ezt is, ezt az állarcot is le kellett vennem. Az igazság az, hogy egyrészt még a ruhátok színe is meccsel a karakter. Tehát egyrészt, hogy ne kapkodjak a gondolatban. Egyrészt kezdem érteni, hogy bizony-bizony van ott ebben a korban is már élettapasztalat, ami följogosít benneteket, hogy véleményetek legyen, hogy gondolatotok legyen. Mert ugye ezt alapvetően tapasztalás kell hozzá. Ha minden csodálatos, minden jó, akkor az kevesebb tapasztalatot hoz, mint amikor az embernek szembe kell fordulni a saját magával. Csodálatos látni. Tehát el fogok menni a Bódi előadásra, anélkül, hogy meg tudtátok van fogalmazni. Van egy tisztelet, megyünk neked, nem kell lesz. December 18. De amúgy azért jöttek így, mert azt hitte futni mennek a Palik Laci. Igen, ezt mondtam is. Úgy értem. De tök jó. Tök jó lett volna. Hadd fejezzem be. Kettő. Ikerpár közeli életkorban báty, ehhez képest őrület. Három teljesen más karakterű ember. Három őrület. Teljesen más lelki világgal. Teljesen más, viszont végül is azt látom, hogy a végére egy teljes egyetértésbe kerültetek. Úgy képzel, mint hogyha rajzolsz három kört, és valahol metszi egymás igen. Mindegyik. Aha. Igen, lett a találkozási pont. És ezt nagyon érdekes látni. Te egy vadállat vagy. Amúgy ilyen vagyok, amúgy az élet is. Igen. Te vagy a legnagyobb dumás. Tehát az nem kérdés, hogy de hogy ő meg egy csicska. Ő pedig csendben várom, hogy rám mit fog mondani. Igen, te még a legrosszabb napokban is a fehér bárány voltál. Tehát valójában te megalapoztad a hármotok lelkületét, én azt így gondolom. Ja. Hogyha ő nem lett volna ilyen, mi nem tudjuk Bencével, hol lettünk volna most. De nekem egyébként ez tipik megvan, hogy 23 éves koromban ülünk ott Bencével, ott az asztalon a kocsikulcs, és mondom neki, mondja az üzleti dolgokat, mondom, Bence, ilyen durva le, hogy 2 év múlva már gyerekünk lesz, durva, mondom, bele tudsz ebbe gondolni? Leteremtett, fú, nem felejtem, mit fogsz neki tanítani, mit, izé, és mondom, de hát nem értem egy gyereket, csak szeretni kell, tiszta szívű, amit apa vagyok, erre jöttem rá, hogy a gyermeknevelésnek egy módja van az, hogy tök mindegy, ott is hibázni fogsz, nincs, hogy ez a jó, az a jó, töké, hanem csak szeresd, adj minél több. Van csak hibázni. és én azt gondolom, amióta megvan az én kis Bellám, vagy a mi kis Bellánk a Dórival, azóta teljesen 180 fokos fordulatot vett az életem. Annyi dolgot veszek észre, és annyi dolgot látok, hogy annyi dolgot lehet tanulni tőlük, hogy egyszerűen hihetetlen. Ti valószínűleg nagyon fiatal korotoktól kezdve, amikor elkezdtetek biznyákolni, akkor ebben a folyamatban már embereknek el kellett adni valamit. Megtanultatok, sem negatív, sem pozitív értelemben nem használom, megtanultatok manipulálni, ami a sajátotokká vált. Szerintem, hogyha valaki úgy nő fel, hogy van 2 ikertesó és egy nővére, akkor annak már gyerekként meg kell tanulnia magát. Az biztos. Szerintem. Igen. Csak aztán én legalábbis azt figyeltem meg az életem folyamán, hogy az emberek nagyon nehezen adják föl azt az életet, amit ezen a manipuláción keresztül megszereznek. Na, igen. A stúszkulcsot ez az asztalon. És ezért kérdezgettem, hogy történt ez a váltás, mert... Mi az anyakatokba, gyerekek? Mert valószínűleg nem véletlenül van. Az a lényeg, hogy van ez a mondatunk, hogy mindig minden úgy alakul, hogy neked a legjobb, hogy hisz Isten csapatába játszol, és ide az van írva, hogy mindig minden. És én azt gondolom, hogy nem mindig minden úgy alakul, hogy nekünk az tetszen, mert van betegség, fájdalom, nehézség, szakítás, minden. Viszont én azt gondolom, hogy mindig minden úgy alakul, hogy nekünk a legjobb egy ilyen, hisz Isten csapatába játszol, a Jóisten sokkal jobban tudja, hogy éppen abban a pillanatban mire van szükséged. És időközben majd 5 év múlva meg rájössz arra, hogy ez azért történt, ez azért történt, ez azért.
hogy nekem van-e a múltamban olyan, amit még nem tudtam összekötni? Van. Keresem még mindig, minden nap imádkozok, hogy az miért, hogyan, mutass utat. És az a helyzet, hogy tudom azt, hogy ez ilyen. És tudom azt, hogy ez ezzel jár. És én nem félek, nem könnyebb terhekért imádkozunk mi buddha tesók, hanem hogy erősebb válunk legyen, minden egyes nap dolgozik rajtunk a Jóisten. Ezt tudjuk átadni. Mekkora klisé jó, hát ez is. Mi van? Nem hallottam. Mekkora klisé jó, hát ez is. Kisre szét tesó. De nem is hallottam. Nem akartam meghallani valószínűleg. Már van egy ilyen klisé füldugója. Igen, azt csak nem hallom meg. Csak a amikor vissza. De látjátok, én meg rögtön mondtam egy olyat, amiből azonnal idézett lett. Tehát, hogy... Ez imádom, emiatt fogok elmenni egyébként. Ez olyan gizda, hogy soha nem fogja. Engem meg már a bódikasók idéznek. De várját, tudjátok, mindig az van egy így. Van olyan, hogy odajön valaki, és mondja, bocsánat, hunorral külön csináltunk egy képet. És így megy el, így állunk, persze, megcsináljuk, hunorral külön egy képet. De várjátok, trikáljuk amúgy mindig, téged trikáljuk. Igen, de várjátok, ez tényleg megtörtént, hol voltunk, Szegeden voltunk egy előadáson, odajött egy 14 éves srác, és azt mondta, hogy felvette másik névnek a hunor nevet, miattam. És az anyukája ment aláírni az egész mindenséget. Igen, és akkor vágókép, én pedig nem tudtam meggyőzni a Revit, hogy a gyerekünk neve Bence legyen. És Hunor lesz. Ja, igen. Majdnem. Mondta, hogy neki tetszik a Hunor név. Mondom, mi van? De egyébként az jól vettem észre így a videókon, látott előadásokon, hogy azért a nézőitek döntő többsége hölgy. Nem. Nagyon. Ugyanezt mondta nekem Rebi, vagy az, hogy fiatal, aztán eljött pár, és azt mondta, hogy ja, oké. Okay. Mennyi előadást tartottok? Bocsánat. Hát most a következő két hónapban, vagy a december-januárban lesz 23. Három. Plusz Erdély. Az hát 27-28. Ja. De egy évben szerintem egy ilyen 100 előadás. Ja, kb. És mi a cél? Mi? Figyelj, nekünk... Az előbb azt mondtátok, hogy egy fél mondattal, hogy az aréna. Nem, ő azt mondta, hogy nem azért jött létre. Nem azért, de ha összejön, nem fog szomorkodni. Figyelj, nekünk is vannak céljaink. Természetesen én mindig azt mondom, hogy valami olyat akarok csinálni, ami jó. Én nézem az embereket. Folyton figyelem, hogy jól érzik-e magukat, hogy mit éreznek, hogy mi történik ezen az egész műsoron, hogy mi az, amit kiváltunk belőlük. És én egy dolgot akarok, volt-e sok előadás, tényleg olyan legyen, mint egy jó film. Ami után az anyuka hazamegy és megpuszilja a gyerekét. A gyerek másnap elmegy a suliba, de úgy megy el, hogy megcsinálja házi feladatot, ezért nem idegesíti fel a tanárt, a tanár hazamegy, ő puszít ad a férjének, és így megy tovább ez az egész folyamat, és ez így jó. Megfejtettem, gyerekek. Na, te is. Megfejtettem. Ott a kulcs. Mosolyog, jókedvű, kiegyensúlyozott. Azaz, most tisztességes módon kerestek lóvét. Hát igen, ez egy... Hát úgy pénzt keresni, tényleg nagyon jó érzés. Nagyon. Hát, hogy tényleg az, hogy nem kell, amit mondtál, hogy én nem akarlak meggyőzni. Ha a videóink meggyőznek, akkor gyere, ha nem, akkor majd egy fél év múlva fog, ha akkor se, akkor egy év múlva, de ott fogsz kikötni a bótesok előadáson. És nekem az a durva, amikor az előadásunk előtt megígérjük nekik, hogy sírni fogtok a nevetéstől, lesznek olyan pillanatok, lesz olyan, hogy el fogtok gondolkozni, csak néztek ki majd a fejetekből, és lesz olyan mély pillanat is, amikor sírni fogtok és bömbölni a meghatódottságtól. És amikor ezt a színpadon felül látod, hogy ez megtörténik, te magyarul garanciát vállalnánk rá arra, hogy és úgy jönnek oda, hogy baszki, ez jobb volt, mint gondoltam. Ez nekünk rohadt jó. Viszont mindenkért megfelelni nem tudunk. És mindig saját életben merítettük. Család, édesanyja, édesapa, nővér volt már, vagy szokott járni bódi tesókra? Anya már volt, azt mondta, hogy sokat beszéljünk csúnyán. Ennyit mondott. Azt mondta, túl sokat beszélünk csúnyán az előadáson. Teljesen jogos egyébként, igaza van ezzel is. Én azt mondom mindig az öcséknek, hogy olyanok legyünk, mint együtt. Olyanok legyünk, mint bárkivel, ott. Mert ha ott meg kell játszanod, cenzurázni kell, meg minden dolog, az már nem te vagy. Mondjuk, az már nem volna természetes. És nem lenne természetes. És elnézést is kérünk, de mi egyelőre ilyenek vagyunk. Két év múlva találkozunk, és lehet azt mondani, képzeld, Laci, már nem káromkodok, már nem. Igen, de akkor jó. Azért nem káromkodsz, mert a hétköznapi életben sem így van. És ez, már. És ez így lesz jó. Meg az elején mondtad, hogy mindig úgy mentünk előadásra, az első kettő vagy három, hogy
mint a tényleg, mint amikor üzletkötők voltunk, nyakkendő, minden cipőjük, szépen megcsinálni, igen, és akkor tudod, így volt, és rájöttél, hogy ez nem én vagyok. Aztán most voltunk Salzburgban, felkértek előadást tartani, és mondtam, hogy hát te még átöltözöl, kérdezte a család, mondom, nem, én így tartok melegítőben, azt mondja, hazudsz. Nem, én így tartok, én így érzem jól magam, és nem fogom megjátszani. Tehát, hogy ez elképesztő volt. De az egy nagyon bezilombomba lehetett. De amúgy most így nevetünk meg mindent, de hogyha egy évvel hamarabb hívtok minket, akkor nem jövünk, mert majdnem feladtuk ezt az egészet. Tehát, hát pont egy éve? Pont egy éve, nem, tehát hogy nem jöttek az előadásunkra, meghirdettünk egy ugyanilyen rócsót, ahol most több mint 3000 ember van, akkor összesen 35-en jöttek el, mert a Debrecent meg Miskolcot le kellett mondani, Pestre jöttek el a Lourdesba 35-en. Nem veszük, hogy kifogásnak a Covidot, igen, de közre játszott, hogy két évünkkor elkezdtük, két évig megszűnt a rendezvényipar, tehát nem volt. És ott, és jó, oké, mondom azt, hogy nagyon sok pénz, és most jön a másik, a fordulat, hogy több millió forintos tartozása volt a cégnek, és nekünk is. De várj, amikor 35 ember megy el az előadásra, akkor ti miből tudtok élni, ha már nincs mögöttetek? Épp ez az, hogy mínuszba ment? Hát, igen. És volt, a Bence volt az, aki... Voltak nekem még volt akkor félretett pénzem, de hát a jóisten nem ad szerencsét ahhoz és a pénzhez, ez a lényeg, amit nem úgy szereztél. Az összeset, tehát az durva, hogy rendben, mondjuk ki időseknek úgy vertük át, hogy oké, a pénzükön mitől én többszörösért vettek dolgot, mint amennyibe kerülne a piaci áron, többszörös szorzóval, rendben. Mit ad az élet és mit ad a jóisten, hogy oké, mit csináltál? Pénz, akkor te tapasztald meg, hogy akkor mindet elveszem tőled. Bármilyen üzleti döntést hoztunk, kriptóba tettük, majd úgy meg fogunk gazdagodni, az összes pénzünket elbuktuk kriptóba, bármibe fektettük, nem, abódítások, nem akart, nem vették a könyvet, semmi nem jött, és aztán, amikor volt egy pont, hogy mindannyian fel akarjuk adni, és akkor sétálunk az utcán, és odajött egy srác, így a semből, hogy abódítások, ne vicceljetek, hát nézem a videót, soha ne adjátok fel, csináljátok. És akkor tudod, ott megyünk tovább, jó van, mindegy, mit érjek el, ott veszekedünk egymásra, hogy nem, ő, te miattad nem megy, emiatt nem, és a többi. És megyünk egy étterembe, egy ilyen gyors étterembe, és ott a kiszolgáló mondta, hogy bújtesók, én benne vagyok az legelső könyvetekben, én írtam ajánlást, mert ugye csináltunk egy ilyen kezdeményezést, hogy akinek tetszett, írja bele, hogy húsvér ember, aki elolvasta, és írjon bele. És azt mondja, hát nagyon kö, én megvettem, háromszor vettem a családtól minden. Ott hátul, aki a grillapon sütötte a húst, az is mondta, hogy bújtesók, ne adjátok fel, jók vagytok. És ez mi, ha nem egy isteni jel, vagy mi az, hogyha nem az, hogy valaki mutatta azt, hogy gyerekek. Igen. És úgy, hogy amikor legmélyebb, amikor már azon elgondolkodtuk, hogy kiírjuk, hogy vége. Igen. És onnantól akkor nagyon büszke vagyok, mindegyik könyvre nagyon büszke vagyok, de az első és a harmadik, ugye mindig minden úgy alakul, hogy neked a legjobb legyen című könyv, az egy motivációs regény. Az nem egy, ilyet még szerintem Magyarországon nem írt senki, mint amit mi írtunk a regény, az a harmadik könyvünk, és arra is nagyon büszke vagyok, mert talán azt hozta az egész áttörést ebbe az egészbe, az egész bújtásóba, az a könyv. Az nem az, amit lesz. Nem az? De az a folytatás, az most jelent meg. Igen, ez az első rész, ez a második, és igen, a és harmadik, negyedik. Annak a könyvnek nagyon-nagyon sokat köszönhetünk. És az a helyzet, hogy igazából ez a mindig minden életfilozófia, hogy a Covid nekünk azért, nem azt mondom, hogy kellett, de hogy azért kellett nekünk ez a hosszabb szünet, amíg nem tarthatunk előadást. Mert ha akkor kapunk mikrofont, az is szar lett volna. Nekünk ez az idő kellett. Mi az első karkötőket úgy adtuk ki, hogy mi kötöttük otthon. És azokat a valós 4000 darab azokat a valós pici valamit egy igen, kis ilyen csipesz. Elmondom tesó, hogy azokat a valós dolgokat, valós problémákat, amiket egy család úgy szokott megbeszélni, hogy összegyűjtök karácsonykor, és akkor azt mondjátok, hogy hú, finom a kaja, és valaki belök egy fájdalmát, egy sérelmét, és azt mondja, jó van, na, mentem is, elég volt egy évre. Na most oda leültünk karkötőt kötni. Ott meg kellett csinálni. Ott meg kellett beszélni a valós problémákat. Ott veszekedés volt, konfrontáció volt, lelki fájdalmak voltak, sírás, régmúltról való beszélgetés, amikor én bántottam, és ezek, ez egy terápia volt. Ez a mindig minden. A mindig minden nem mindig azt jelenti, hogy minden szuper. Mert ezeket meg kellett kötni, fájdalom, nehéz volt, úristen, persze nem cementes zsákokat kellett cipelni, ne? Sajnáljátok, mert nem azért mondom, de hogy hát ez nem egy férfi meló, érted, hogy inkább cipeltem volna. És ott ültünk az asztalnál, és potyogtak a könnyek. És hónapokon keresztül ott ültünk, és közben beszélgettünk. Ez a mindig minden. Csak fel kell ismerni az ilyeneket. És fel kell ismerni azt, hogy pont jó most minden, ahogy van.
ennek így kell lennie, és ez így jó, ebből kell kihozni. Nézzük meg, hogy mi történhet most, mi az, amit tanulhatunk ebből az egészből. Mert az élet valójában egy kurva nagy tankönyv. Mindenkinek. Csak valaki nem olvas, nem nézi, nem figyel a jelekből. Jól van, Bódi tesók, meggyőztetek, engem legalábbis meggyőztetek, anélkül, most hogy... Most már mosolyog, és ez jó? De az, vagy azért mosolyog, mert mindjárt végre húzunk innen. Szóval végre elment, na, hogy Jézus. Látjátok? Én kiismertelek benneteket, ti kiismertetek engem. Igazándiból semmi különbség nincs köztünk, mert hozzád kapcsolódok, hogy... emberek mi néha hibázunk, én állandóan, tehát én hibából vagyok összerakva. Én azt gondolom, hogy valahogy szerintem ti is, hisz emberek vagytok, hibákból jöttetek. És mi apa hibázott nagyon... nagyot, vagy mi? Az arra hibára gondol? Én arra tudod-e, hogy én mire gondolok? Vannak ilyenek, nagyon kevés olyat láttam eddig az életemben, hogy emberek felismerik, és reálisan ismerik föl, hogyha egy sín nagyon rossz irányba vezet. És az se jó, szerintem, hogyha ebben a modern világban hirtelen azt mondják, hogy ó, mindent rosszul csináltam, és akkor éhen halok. Mert az sem egy megoldás. Tehát egyik végletből eljutni a másik végletig. Az, hogy megtalálni valahogy az arany középutat, fú, az nehéz. Ezért aztán érdekes hallgatni benneteket. Megyek az előadásra, ha benne. Még annyit mondanék, hogy sok hátrány volt igen az életünkben, viszont egy nagy előnyünk van az, hogy nekünk 72 óránk van. Mert mi hárman vagyunk. És ez a legnagyobb ajándék Istentől. És valamit azért el szeretnék még mondani, hogy... Ugye eljöttünk az időhöz. Valamit el szeretnék még mondani, hogy ja. nekünk, ti voltatok az első, akik minket hívtak. És ez nekünk egy hatalmas nagy megtiszteltetés, és sosem fogjuk ezt elfelejteni nektek, mert nekünk ez segítség minden szempontból, és egy fantasztikus dolog. Engem akkor Hunor hívott, hogy megtörtént ez a dolog, akkor én konkrétan bekönnyeztem a meghatottságtól. És ugye a barátnőmmel, mennyasszonyom, csak az a helyzet, akkor a maklás fogsz lőni. Ezt akartam mondani, akkor. Ki tudják. Köszönöm. Szóval mentünk. Na, annyira még nem szerettünk meg. Mentünk éppen az IKEA-ba, és akkor ő mondta azt, hogy úristen, hogy bekönnyeztél, és mondom. Nem az kicsim, csak nincs kedvem az IKEA-ba vásárolni. Nekem Laci, amikor Laci hívtak, nekem egy van, mert ember a pályán, nem lesz többet! Én nagy gyűlöm! Várjál, bocsánat, ezt hagyd mondjam el! Anyukámat így mondom, anya, hallottad, mondom, megyünk a Palikacé. Mondom, tudod ki a Palikacé? Igen, a futballedző. Mondom, az. Egy élet, az lesz az. Mondom, meg vagyunk. Jó. A polihisztor, futballedző. De nem egy pozitív dolog, hogy bárkiek mondtuk, ismerősök, azt mondják, mi? Hát mi azt nézzük mindig. Hát így mondták, mi azt nézzük, de olyanok amúgy semmi más nem néznek, de ezt nem palikét mindig nézünk. Helyzet a következő. Van egy borzalmas nagy összhangzattan köztünk. Te azt mondtad, hogyha egy évvel ezelőtt szólunk, akkor a mély letargiába vagytok még egy ponton, mert egy év alatt sok minden változott. Mi mostanában lettünk egyévesek ezzel a YouTube csatornával, amit üzemeltetünk. Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen normális, hogy a Bódi tesóknak itt kellett lenni. Nagyon további szépen, sok köszönjük. Sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen. Találkozunk az előadásotokon. Köszönjük szépen. Köszönjük. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.